Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Előre is jelzem, hogy a következő videó egy kicsit hosszú lére, bőlére lesz eresztve. Akit nem érdekel a úgymond kérdez-felelek téma, mely az elmúlt pár év, tehát a mögöttem álló évek tapasztalatai és a felvetődött kérdések alapján áll össze, az nyugodtan lépjen tovább. Valószínűleg csapongani fogok itt a témák között, mert általában felkészülök a videókra, megírom a szöveget valamelyest, készítek ütemtervet, minden. Most csak itt előttem a monitoron témák vannak felsorolgatva, hogy mégis miről szeretnék beszélni, és lehet, hogy egy-kettőnél lesz átfedés, vagy eszembe jut valamiről egy újabb felvetődött kérdés, vagy egy újabb tisztázandó probléma. Ezért előre is elnézést kérek, hogy össze-vissza fogok csapongani a témákba. Kezdem is először azzal, hogy miért is csinálom ezt a videót. Gondolkoztam egyáltalán, de megcsináljam-e ezt a videót. Van-e értelme, de úgy döntöttem, hogy azok, akik kíváncsiak rám, megérdemlik. Az elmúlt évek alatt kaptam hideget, meleget azért, hogy itt vagyok. És azért is, hogy egy ideje már eltűntem. Nehéz elfogadni azt, hogyha az ember bármit is csinál nyilvános felületeken, mindig lesznek olyanok, akik kritizálják. Még akkor is, ha segíteni akar. Vagy épp azért éri kritika, mert mindenben nem nyújt segítséget, de nyilván, aki ezt nem bírja, ne csinálja. Szeretnék néhány dolgot tisztázni azokkal, akik eddig követtek, kritizáltak, bíráltak, vagy éppen bátorítottak. Mindegyiket köszönöm szépen. Mindegyikből épül az ember, tanul az ember. Először is én ezt a csatornát a rendes munkáim mellett a maradék időmben csináltam, amikor egészségügyi állapotom úgy engedte, mert sajnos az elmúlt néhány évben az is közbeszólt. Nem a pénzkeresés lehetősége vett rá, hogy csináljam, mert akkor népszerűbb témákhoz nyúltam volna, hanem az a hiú ábránd vitt bele, hogy néhány embernek esetleg segíthetek. Igen, az elején kóstolgattam én is, hogy mit lehet, hogy lehet. Még a fiammal is volt egy pár közös videónk, még annó nagyon sok évvel ezelőtt, de elsősorban ezt a csatornát az adatvédelemre, a technikai újdonságokra és az információ biztonságra kívántam kihegyezni. És ami lényeg, ezt azoknak mondom, akik azzal vádolnak, hogy nem elég szakmai a csatornám. A TIK, azaz Tech Info konyha nyelven, arról szól, hogy igyekszem mindenki számára érthetően elmondani a dolgokat. Tehát nem a szakmaiságra kihegyezve, hanem inkább az érthetőségre kihegyezve próbálok információkat átadni, bár bevallom, néha nem sikerül, illetve vannak olyan témák, ahol nem lehet túl konyha nyelven elmondani, mert pont a lényegi mondani valója nem lenne egyértelmű. Van egy bizonyos embertípus, vagy nézőtípus, aki gyakran felteszi ezt a kérdést, hogy értesz-e egyáltalán ehhez? Mi közöd az informatikához? Miért folysz bele olyanba, amihez nem értesz? És társai kérdések. Igen, ezt látom minden tech csatornán, minden szakmai csatornán, hogy vannak ilyen nézők, és természetesen nekik is válaszolni szeretnék. Mind végzettségeimben, mind szakmai gyakorlatot tekintve több évtizedes tapasztalat áll mögöttem informatikába, és már több mint egy évtizedes tapasztalat áll mögöttem adatvédelemben és információbiztonságban is. Természetesen mindegyik mögött megvan a kellő végzettség. De a papír önmagában semmit nem ér, ugye természetesen, hanem a gyakorlat teszi. Nem azt mondom, hogy mindenhez értek. És
Nem vagyok tévedhetetlen, de legalább veszem a fáradtságot, és utána nézek minden témának, amiben nem vagyok biztos, nem vagyok naprakész. Természetesen sok olyan témával is foglalkozunk, ami nem közvetlenül ahhoz a részhez tartozik, amiben nap mint nap benne vagyok, de egyrésztről meg tudom kérdezni azokat a kollégáimat, akik tapasztaltak ebbe a témába, másrésztről a szakirodalmat is hajlandó vagyok fellapozni és elolvasni egy-egy videó előtt. Miért is nem készült videó a csatornára lassan egy éve? Az előző néhány évvel szemben most egy kicsit nagyon sűrű volt az életem. Szerencsére most pörgős, nem unatkozom, és már az időmbe és az energiámba se fért bele, hogy még videókat is készítsek. De témák gyűltek, foglalkoztam vele, nagyon sokat összeírtam, amit szeretnék megosztani, és szeretném folytatni a videókészítést. Remélem jó fogadtatással. Jaj, még egy apróságot szeretnék gyorsan megemlíteni, ha már így eszembe jutott. Van egy kommentelő réteg, akik az általam felsorolt problémás eszközökkel rendelkeznek, azaz van egy darab olyan eszközük, akiknél mondjuk működik akár néhány éve is ez a bizonyos eszköz, amivel kapcsolatban én mondjuk felvetettem némi problémát. Életébe nem látott, vagy nem használt komolyabb eszközt, profi eszközt, ezért a pár tízezer forintos általa birtokolt használt eszközt isteníti, és mindenféle hülye vagyok az ő szemébe, már bocsánat a szóért, hogy lehúzom azt a eszközt. Most szándékosan nem nevezem meg, hogy melyekről van szó. De azért mindenképpen hozzá szeretném tenni, hogy cseppet is értene hozzá. És mondjuk kicsit nagyobb merítéssel foglalkozna, kicsit jobban utána nézne a dolgoknak, akkor tudná, hogy milyen butaságban vitatkozik. Őket nem lehet, és a jövőben nem is szeretném szembesíteni a tényekkel, mert rájöttem, hogy teljesen felesleges. Hiába írom le, hiába rakom oda a forrást, hiába rakom oda a szakirodalmat, fújják a maguk igazát. És ugye ugyanerről van szó, amikor közlök egy tényt. Többen belekötnek, természetesen mindenkinek jogában áll. Majd szembesítem őket a hiteles forrásokkal, mert mint említettem, én vagyok olyan hülye, és utána nézek mindennek, amiről bármilyen videót is szeretnék készíteni, tehát mindegyiknek megvan a hiteles forrása. Már az elején megtanultam a videózásnak, hogy a forrásokat mindig gyűjtsem össze, és ha bármi van, akkor kéznél van, meg tudom mutatni, hogy nem az én fejemből pattant ki a gondolat. Szóval, amikor szembesítem a hivatalos forrásokkal, akár a gyártók, forgalmazók adataival ezeket a személyeket, vagy a törvények szövegével, ezeket nem fogadják el, csak fújják a magukat. Ezekkel a kommentelőkkel nem tudok mit kezdeni. Nyilván, aki olyan stílusban ír, annak továbbra is nagyon szívesen leírom a forrásaimat, megosztom vele a bővebb információkat, mert általában ugye én valamelyest szűröm ezeket az információkat, hogy ne legyen unalmas, ne tartson túl sokáig. De aki alpári stílusba fog továbbra is írogatni, arra megint csak nem fogok energiát pocsékolni. Bár biztos vagyok benne, hogy némely esetben nem fogom tudni megállni, hogy ne írjak vissza, de igyekszem visszafogni magam. Még egy dolog, ami így eszembe jutott hirtelenjében, sok esetben a videó alá, a leírásba teszek hasznos linkeket, elérhetőségeket, vagy bármit, ami az adott témához kapcsolódhat. Nagyon sokszor felmerülnek kérdések, olyan kérdéseket
tesznek fel, tesztek fel, amelyekre a válasz a leírásban benne van. Tehát ez direkt előre gondolva arra, hogy erre még szükség lehet, oda leírtam, megosztottam mindenkivel, hogy megtaláljátok ezt, csak a jövőre nézve mondom, hogy érdemes megnézni a leírást. Sőt, sokszor a forrásokat is beleteszem a leírásba. Főleg, hogyha egy összetettebb, bonyolultabb, hosszabb témáról van szó, amelyet olyan szinten érintek, amit esetleg egy átlagembert érdekel, de lennének olyanok, akik bővebben kíváncsiak rá, azok megtalálhatják az adott linkeken, hogy mégis miről beszélek. Ami a jövőt illeti. Ha energiám és időm engedi, szeretném tovább csinálni a videózást. Tényleg nagyon sok témát szedtem össze, amivel kapcsolatban szeretnék videót készíteni. Remélem lesz rá energiám. És hogy miért is csináltam ezt a felesleges videót? Pont azért, hogy a felsorolt témákban engem megtalálóknak megoszthassam, hogy hol találják a választ a kérdéseikre, illetve a felvetődött kérdésekre válaszolhassak, melyeket húztam, halasztottam itt az évek során. Mert nem tudom, hogy érdekes-e annyira, hogy megérdemeljen egy videót, de ha már úgyis eltelt ennyi idő, akkor miért is ne. Akit mégis érdekelnek, köszönöm, hogy végignézte. Köszönöm az eddigi türelmet, és megpróbálom megszolgálni azoknak a türelmét, akik még a csatornán követése mellett döntöttek, nem iratkoztak le azóta se. Remélem, hamarosan jelentkezek egy újabb videóval. Addig is mindenkinek boldog új évet, ha már elkezdtünk egy újabb évet. Sok egészséget, arra mindenkinek szüksége lesz, főleg ebbe a világba. És sok türelmet embertársaitokhoz. Még egyszer köszönöm a figyelmet, sziasztok!